a fő szempont mindenképpen, hány gigabájt RAM van benne, ez egyértelműen meghatározza a telefon sebességét. A RAM, vagyis a tetszőleges hozzáférésű memória mellett a processzor sebessége, azaz a gigahertz mutatószáma is fontos egy telefon gyorsasága szempontjából. Ahogy az sem elhanyagolható, hogy egy eszközön futtathatóak-e a kívánt programok és alkalmazások. A gyorsan fejlődő technika területén ez sokszor problémát okoz. A régebbi készülékeknek ugye teljesen más a platformja, teljesen más operációs rendszer fut rajtuk, és az új felhasználáshoz, az új alkalmazásokhoz pedig ugyebár egy újabb szoftverre van szükség, egy frissebb szoftverre, és nem minden esetben lehet frissíteni a készülékeken, hanem valamikor ez egy új készülék vásárlása volt ott csak meg. Ha a meglévő készülék nem elég gyors, vagy gyakran belassul, esetleg nem fut rajta a kívánt program, könnyen ingerülté válik az eszköz tulajdonosa. A telefonok és laptopok szinte éjjel-nappal a kezünkben vannak, részesei a hétköznapoknak és a munkának egyaránt. Nélkülözhetetlen eszközei a mindennapjainknak, ugyanakkor megéljük a feszültséget, a frusztrációt, ne adj Isten a kudarcot is általuk, hadd ne soroljam tovább, és ezáltal stresszt okoznak bennünk. Nyilvánvalóan maga az eszköz és az eszköz használata fogja ezt a stressz előidézni, és hát ebben van a megoldás kulcsa is. Ez pedig a visszatérés a szociális környezetünkbe. Vagyis időnként le kell tenni ezeket az eszközöket, több időt kell tölteni a természetben, mozgással, programokat kellene szervezni a család és a barátok társaságában. Ha ezt nem tesszük meg tudatosan, a technológiai eszközök komoly problémákat okozhatnak. Hosszú távon egy állandó feszültségforrást fog jelenteni, annak minden fizikai és pszichés tényezőjével. A kimerülés, a mentális betegségek, pszichés tünetek, nevezetesen alvászavarok jelentkezhetnek, fáradékonyság, koncentrációs zavar, ne adj Isten a burning out vagy kiégés szindróma, és még hosszan sorolhatnánk, egyénfüggő is. A szakember tanácsa az, hogy néha kapcsoljuk ki a telefonokat, ha lehet, munkaidő után ne nézegessük az e-maileket. Csak alkalmanként tegyük le az okos eszközöket, nem örökre kell nélkülözni őket.